Ákos, te nem véded a technológiáidat. Miért mondasz el mindenkinek mindent, hogyan kell csinálni? Ezt mondta nekem az egyik ügyfelem, mert nem is ügyfél volt, hanem egy telefonáló igazából, aki érdeklődött, és hát elég hosszasan beszélgettünk, és a beszélgetés végén megkérdezte, hogy megköszönte, nagyon-nagyon megköszönt, hogy segítettem neki, de utána megkérdezte, hogy miért segítek, meg miért mondom el, mert hogy ezek azért olyan dolgok, ami nyilván egy zárt technológia, aki tudja, azt tudja csinálni ezt a korlátot, nyilván vannak nagyon sokféle rögzítési megoldás van. És igazából erre egy válaszom lenne, hogy egyrészt én nem azt mondom, nem félek a konkurenciától, de én mindenkit partnerként kezelek, hogy őszinte legyek, főleg mióta webshopunk van most már 3.-4. éve, jó, régebben is volt, de 4-3 éve, tényleg 4 éve kőkeményen belálltunk, és ugye nagyon-nagyon sok céget ismertem meg, akik nálunk vásárolnak, és tök jó fej a többsége tényleg, vagy majdnem mondhatom, hogy mindegyik, de tényleg jó szívvel segítek nekik, ahol csak lehet, meg ahol tudok. És én rájöttem, hogy igazából mindenkinek megvan a saját piaca, a saját kis közössége, aki nála vásárol. Tehát nekünk is nagyon sokan ügyfelünk van, akár a webshopon keresztül, akár a beépítéses munkáinál, amikor azt mondják, hogy én akkor is nálad fogok vásárolni, hogy háromszor annyit csinálod, mint más, mert ragaszkodik ahhoz a minőséghez, ahhoz a hozzáálláshoz, ahhoz a kommunikációhoz, amit én nyújtok neki, vagy amit a kollégáim. Tehát én az is ezzel tényleg így gondolom, hogy nem gondolom, hogy egymás kenyerét vesszük el, tehát mindenkinek megvan a saját kis közössége, vagy kis piaca, amiben tud működni, ami elég neki ahhoz, hogy működjön, fejlődjön. Tehát én nem gondolom, hogy félteni kell azokat a megoldásokat mástól. Van egy technológia nekünk is a cégen belül, amit mi is védünk, mi is vigyázunk rá, azt tényleg nem szoktam annak elárulni a csinyát, binyát, de ez csak egy momentum. A többi hétköznapi dolog, hogy egy korlátot hogyan fúrjon föl, hogy rögzítsem, hogy a betonragasztót hogyan használja, mire figyeljen oda. Azért látjátok, hogy videóban is azért igyekszek segíteni, kikommunikálni, pont azért, hogy az ügyfél is tudja, hogyha már esetleg olyan szaki megy oda, aki esetleg véletlenül nincs tisztában azzal a technológiával, akkor mondja az ügyfél, hogy van ilyen, és így is meg lehet oldani. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez bárkinek is fájdalmat kelljen okozzon, hogy valami ott elárul, amit ő csak sajátjának érez. Én is tényleg a kollégáimtól is párszor megkaptam, hogy miért mondom el, meg elmondom. 11 éve működünk, fejlődünk minden évben, tényleg nagyságrendekkel nagyobb a profitunk, nagyobbakat ugrunk, fejlődünk, építettünk műhelyt, és sose sajnáltam senkitől azt az információt, amit megkérdezett, hogy esetleg megmondjam. Tehát tervezők is, tényleg napi szinten, mai napom konkrétan azzal ment el, hogy mindenkinek tanácsot osztogattam. Nyilván nem ingyen teszem, a tanács az ingyen van, de nyilván ennek lesz hozadéka, hisz rendelni fognak emiatt, hisz vissza fognak jönni, emlékezni fognak rá, hogy ki segített nekik, ha nem is mindenki, de a többség biztos. Tehát ez nem elvesztegetett idő, nem kidobott pénz. Segítek, elmondom szívesen tényleg, hogy ne nyúljon mellé. Ma is egy építkezésnél valaki kiírt 6+6-os üveget, mondtam neki, hogy a 4+4-es elég, viszont edzetüveget tegyen be, mert 6+6-os nem edzettet írt ki hozzá, tehát eleve az nem is volt jó. Már is spóroltam neki valamennyit, mert nyilván súlyba kevesebb lesz, nem kell annyi ember a beépítéshez. Még az is elképzelhető, hogy 4+4-es edzetüveg kedvezőbb áron kapja meg. Tehát ez is csak egy észrevétel volt, és nem kérte tőlem, nem mondta, hogy nem kérdezett rá, csak egyszerűen beszélgettünk egy munkáról, láttam a rajzon, hogy mit írt rá. Tehát nyilván tervezők tudniuk kéne valószínűleg, de ilyen mélységig senki nem tudja. Tehát én is 11 éve foglalkozok csak korlátokkal és csak kerítésekkel, és azért onnan tudom ezt az egészet, mert minden e köré épül nekem, de aki mondjuk egy komplett épületet tervez az aljától a tetejéig, engem is, tehát nekem is lehetne kérdezni tőlem, hogy ilyen szigetelés, olyan ide mennyit rakja oda, én sem tudnék rá válaszolni, mert nem az én szakmám, nem az én területem, de ami a korláttal kapcsolatos, abban már nagyjából mindent tudok. Tényleg nem nagyon, nagyon ritka az, hogy olyan információt utána kell néznem, mert esetleg nem tudok valamit. Hát ilyenben tényleg jó szívvel segítek bárkinek a kérdése van. Hát nyilván korlátozott időben, meg én azért azt szeretem, hogy aki érdeklődik nálunk, az utána vásárol is, mert hát valahol meg kell térülni annak az energiának, amit ugye ebbe az egészbe belelök. Úgyhogy olvasgassátok az oldalunkat, mert ott is egyébként rengeteg cink fönn van, főleg az új webáruházunkban, ezt mindenkinek ajánlom, hogy a rmáruház.hu oldalra menjen föl.
majd bedobom itt a hivatkozásba is, meg a videóba is. Menjetek föl, ott vannak ötletek és tanácsok, menüpont, van tervezési segédlet, van, hogy hogyan oldjuk meg a dolgokat, ott van a minőség, hogy hogyan csináljuk. Nézzétek, tájékozódjatok, olvassátok a cikkeket, abban nagyon sok olyan dolog le van írva, ami úgy gondolom, hogy segítség lehet a beépítésnél. Ha meg bármi egyéb kérdés van, akkor meg keressetek. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, vásárolj nálunk, szervusz!